Elkezdték hízlalni a jeget Nyíregyházán a városi jégpályán. Rövidesen már itt tarthatnak edzéseket a szabolcsi solymok jégkorong csapatának és a sportcentrumnak a trénerei. Folyamatosan locsolták már a hétvégén is a pályát, és az időjárás is kedvező, így a tervek szerint a közönség korcsolyázás is napokon belül elkezdődhet. A Szabolcsi Jégsport Egyesület toborzót hirdetett, így várja azoknak a gyerekeknek a jelentkezését, akik szeretnék kipróbálni a sportágat. 5-12 év közötti fiúk és lányok egyaránt jelentkezhetnek, a világ minden táján ugyanis egyre népszerűbb a hölgyek körében és a sporták. Naponta kétszer tartanak foglalkozásokat, melyekre előzetesen regisztrálni kell. A jégkorong egy olyan sportág, mely minden izmot megmozgat. Ha nagyon tudományos akarok lenni, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy a jégen való csúszás közben olyan egyensúlyérzék fejlődés, és ezáltal egyébként olyan törzsizmok is működnek, amelyek a hétköznapi életben még a járáskor sem annyira. De ha ne legyek ennyire tudományos, akkor azt tudom mondani, hogy egyszerűen jó érzés. Friss levegőn, hideg levegőn, ami különösen jó a szervezetnek, közösségben, csapatban irányított tevékenységet végezni. Szerintem ez valójában minden gyereknek álma, és itt ki tudnak teljesedni. Az sem gond, ha valaki még nem tud korcsolyázni, mivel szakképzett oktatók segítségével megtanítják a kicsiket korizni. A szabolcsi solymok csapatai az elmúlt időszakban több felkészülési tornán is részt vettek. 12 év alatt az eredményeket hivatalosan nem számolják, a cél ugyanis a gyerekek fejlesztése, nem pedig az eredményesség. Idén U14-es és U16-os együttese is lesz a klubnak. A jég elkészültével azokra a kislányokra is gondoltak, akik nem jégkorongozni szeretnének. A Nyíregyházi Sportcentrum a tervek szerint műkorcsolya oktatást is indít.